napot kívánok! Szeretettel köszöntöm látogatóinkat, posztolóinkat, mindazokat, akik érdeklődéssel figyelik az oldalt. Ma április 11-e, a költészet napja van. Ezen a napon született József Attila, Tamkós Irató Károly, Márai Sándor. Ma Szép Ernő Pitypang című versét fogom elmondani, és ezennel új nevet adtunk ennek a bejelentkezésnek. Vers mindenkinek. Halljuk hát a verset. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek, nem tesz kirakatba a virágos üzlet, mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága, csak az árok partról nézel a világba, mint a kis nap sütne, orcád oly szép sárga, de Pitypang virágja. Az urak, a dámák, ugye rád se néznek, tán le is tagadnák az ismeretséget. Pedig, hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kedves, falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba, de Pitypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget. Köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának. Csak neves rá bátran, mezítlábos árva. Te Pitypang virágja.